Mészáros Árpi látszólag a hétköznapi gyerekek életét éli. Tanul, zenél, iskolába jár. Valamiben azonban mégis eltér társaitól. Ő ugyanis autista. 2 évvel ezelőtt vette észre Árpi apukája, hogy gyermekénél gondok vannak. Addig a Markazi általános iskola tanulója volt. Ott azonban a tanároknak is feltűnt, hogy az akkor 12 éves fiú kitűnik osztálytársai közül. Igazából az autizmus az körülbelül 2 éve derült ki egy budapesti vizsgálat alapján. Hát előtte mint hiperaktívként volt nyilvántartva, és azóta járt tulajdonképpen Gyöngyösre az autista segítőközpontba. Előtte, ha jól tudom, ő egy általános iskolába járt, egy normális általános iskolába. Ott vették észre, hogy vannak nála gondok? Így van. Az felső tagozatban már sokszor csak konzultációkra járt, és tulajdonképpen ők is indították el ezt a vizsgálatot a budapesti Vadaskert klinikán. Miután kiderült, hogy a fiú nem egyszerű hiperaktivitással küzd, a szülő és a tanárok is úgy látták jónak, ha egy speciális intézményben folytatja tovább tanulmányait. Ellátogattunk Árpi jelenlegi iskolájába is, az autista segítő központba, ahol az intézményvezető mesélt a fiúról. Árpi autizmussal élő személy, és szükség volt arra, hogy az autizmus által érintett területeket tudjuk fejleszteni neki. Legfőképpen Árpinál ez a szociális készségeket, a szabálykövetést, illetve a közösségben való működést érintette. Megtudtuk róla azt is, hogy teljesen önálló életet él, egyedül jár iskolába, és a falubeliek is nagyon szeretik őt. Valóban első látásra nem is feltűnő, és nem is mondanám azt, hogy ezzel küzd, mert szinte teljesen normális életet él. Van neki talán egy kis picike sajátos világa, mint az autistáknak általában, de ezen kívül nincs szerintem. És nem hiszem, hogy bárki is ezt észrevette volna. Itt a faluban egyébként hogy viszonyulnak az emberek? Tehát szeretik őt? Igen, szeretik. Sokszor felkérései is vannak. Forumapokon, rendezvényeken szokott fellépni. Pozitívan hozzá. A fiú édesapja az egész életét zenéléssel tölti. Lagzikban és egyéb programokon szintetizátorozik, ha ideje engedi. Mindez azért is fontos, mert Árpi maga is zenekedvelő, abszolút hallással rendelkezik. Gyermekkora óta énekel, otthon sokat gyakorol, és ebben édesapja is segíti. Természetesen van hangszere, saját hangszere, akusztikus elektromos gitár, billentyűs hangszer is van itthon, aztán amelyikkel szeretne, azzal szokott gyakorolni. És hogy valóban ennyire ügyes, azt mi is tapasztaltuk. Az egyik kedvenc zenekara a Republic. Hallgassuk most meg, ahogyan Árpi előadja Engedj közelebb című dalukat. Mondd azt, hogy ezerszer élek, akkor is értesz, ha nem beszélek. Mondd azt, hogy senki se bánthat, a sötétben senki se láthat. Hazudj még nekem. Igaz volt minden, minden szó, amit elhittem. Meleget hoz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom. Hazudj még nekem. Engedj közelebb, engedd, hogy én is ott legyek. Látni akarom, s érezni azt, amit lehet. Égen a tűz, engedd, hogy meglássalak. Legyen úgy, ahogy nem szabad. Édesapja mellett természetesen az autista segítőközpont is megtesz mindent azért, hogy a fiú zenei pályája felfelé íveljen. Igyekszünk Árpit egyengetni, igyekszünk abban segíteni, hogy ő a zenei pályán, vagy a zenei tanulásban valamilyen módon fejlődjön. Elsőnek így intézményen belül próbáltunk fellépéseket szervezni neki, és mivel hogy az intézmény alapvetően próbálunk nyitni a külvilág felé, és próbálunk nyitott intézmény lenni, nagyon sok esetben
akár neves előadók, akik ellátogattak az intézménybe, a Szalóki Ági, Rúzsa Magdolna, tehát hogy ők mind-mind látták alapvetően az Árpi tehetségét, és hogy mindig lehetőséget kapott ezeken a akár jótékonysági esten, akár a Zeneakadémián egy koncerten, hogy fel tudjon lépni, tehát hogy a nagy közönség előtt is meg tudja mutatni magát, ami egy fontos tanulási folyamat számára. Árpi annak ellenére, hogy autizmussal él, ugyanolyan átlagos, 14 éves fiúnak tartja magát, mint a többségi iskolába járó fiatal társait. Álmai és vágyai vannak, melyeknek a középpontjában a zene áll. Azt mondja, a zene számára egy önkifejezés. A zene sok mindent jelenthet egy ember számára, például érzéseket, gondolatokat, leírhatatlan. Nagyon szóval az ember kedvét megváltoztathatja, jó kedv, rossz kedv, düh, vagy így nyugalom is. Szóval nekem is ugyanígy összefoglalja bennem az érzéseimet. Azt meséli, már a Markazi Általános Iskolában is felfedezték tehetségét. Az első fellépésem már 10 éves koromban volt, azt hiszem 5-es voltam, ilyen ki mit tud volt az iskolában. Már akkor gitároztam, sőt lehet, hogy akkor volt az első évem gitárban. Hát már ott kaptam ilyen nagyobb eredményt, mint például gyémánt fokozat, és azóta hívogatnak engem Markazon. Rock, pop, akár egy lírai hangvételű zene, bármilyen stílus szóba jöhet, mondja Árpi. Számos. Játszottam már jazzt is, mint például White Christmas, vagy játszottam rockot, például Green Day-től. Játszottam már ilyen, nem tudom, hát az is sok, a 8 óra munka. Sok mindent játszottam már, és meg is tetszett nekem az a sok műfaj. Bár minden műfajban otthon van, mégis szívéhez legközelebb a rock áll. És hogy ez miért lényeges? A későbbiekben eláruljuk. Árpi nagy izgalommal várt a stábunk érkezését, mit sem sejtve, egy hosszas és mély beszélgetés után elérkezett a várva várt pillanat. Hoztam neked egy kis ajándékot. A Gyöngyösi Televízió jóvoltából egy kis összeállított csomagot, és köszönöm, a Tajti Music hangszeráruházak segítségével egy gitártokot, és még van benne, majd nézd meg, hogy mi. És emellett pedig egy karácsonyfát is nektek, ha jól tudom, még ideig nem sikerült beszerezni. Úgyhogy sok szeretettel is, vagy boldog karácsonyt. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Édesapja elárulta, épp egy gitártokra volt szükségük, sőt, még karácsonyfát sem sikerült beszerezniük. Most pedig útra kelünk, hiszen nincs még vége a meglepetés sorozatnak. Megkérnek arra, hogy öltözz fel, mert még el kell mennünk valahova. Úgyhogy... Jó, jó. Jó? Mit kell még magammal hozzak? Semmit, egy kabátot. Csak kabát, jó? Jó cipő. Kabát, cipő a helyén, már is az autóban ülünk. Útközben Árpi folyamatosan arról faggat, hogy mi lesz a meglepetés, és hogy vajon hova megyünk. De nem árulhatom el. Megérkeztünk Domoszlóra, még mindig rejtély Árpi számára, hogy miért. Közben elárulom, hogy az autista fiú kedvenc zenekara a Ród. Ha jól figyeltek, akkor könnyen összerakják a képet. És még mielőtt kiderülne, hogy mi a nagy meglepetés, hallgassuk meg Árpit, ahogyan a Ród egyik dalát adja elő. Nem kell más, úgy csókolnám a szálat, letétném az összes ruhárat, ahogy azt nem csinálta még más. Nem kell más, amikor a szemembe nézel, majd attól a tűztől ékszel, amit te bennem gyújtottál, s nem kell más. Nem húzom tovább az időt, a helyszínen vagyunk. A parkolóban rengeteg autó, az udvaron pedig egy kis busz. Árpi szavai elakadnak. És akkor megérkeztünk a utolsó meglepinkhez, és megtudtuk, hogy nagyon szereted a Ródot. Hát nagyon. És hát zenélhetsz velük együtt. Tényleg. Igen. A srácok úgy fogadják Árpit, mintha ezer éve ismernék már egymást. Szia! Hello! Hello! Ciao! Hello! Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok! Gyere, Vile! Hello! Hello! Szia! Szia! Na, mesélj valamit! Hát, ez váratlanul ért. Meglepetés volt? Nem árulták el, hogy hol jössz? Azt nem. Nem? Nem tudtad? Nem tudtam. Na és mit szólsz hozzá, hogy ilyen meglepetéssel kedveskedtek neked? Hát, felbecsülhetek. Mit mondtak reggel, hogy hova jössz, hogy mit tudtál? Azt mondtak, csak annyit, hogy megyünk még valahova. Egy kis próba, egy kis hangolás, és már mehet is. Árpi legnagyobb vágya teljesült, énekelhet a Rhodes zenekarral. Az izgalom hatására ugyan néhányszor megakadt, ezt leszámítva azonban remekül adta elő a zenekar Nem kell más című számát. Mi nagyon élveztük, és ahogy a tagok arcán végignézünk, ők is. Édes hangol a fülembe súlt, nem volt elég a régi tűnat. Nem kell más, én mint egy állat. Köszönöm szépen, srác. Hát köszönjük szépen. Köszönöm. Elsőre. Jó volt. Bár neked menne így. A csapattagok a közös zenélés után nem engedtek el minket, csak úgy. Egy kötetlen és humoros beszélgetés részesei lehettünk. De nem csak mi okoztunk meglepetést kis történetünk hősének. Nézzék csak! Na gyere csak! Figyelj! Egy jó sapka térre, nincs a fejeden semmi. Van nekünk, mindenkinek van egy pohara. Azon. Vagy itt a piros, hol a piros, vagy itt a piros, hol a piros bor, amit lehet rajta lejátszani, meg egy ilyen ötödik. Oké, meg egy ilyen nyakba akasztó. Karácsonyra meg azért meglátogattál bennünket. Meg igen. Köszönöm, azt mondtad, hogy ez volt az első koncerted, igen. Amin ott voltál. Remélem, hogy nincs még ilyen plakátod. Hát, nincs. Biztos? Biztos. Köszönöm szépen. Tedd be oda, legyen egy ilyen Jokertól. Köszönöm szépen. Köszi, hogy eljöttél. Minden jót. Örülünk, hogy megismerkedtünk. Köszönöm. Vigyázz magadra, aztán halljunk téged a rádióban. Jó? Jó. De aztán nektek is legyen jó sok koncertetek. Rajta vagyunk, igyekszünk. Jó. Köszönjük szépen. A Gyöngyösi Televízió, a Tajti Music áruházak és a Rhodes zenekar nevében is szeretnék megköszönni azt, hogy szebbé tehettük egy autista fiú karácsonyát.